Sziasztok, Juhász Zoltán vagyok. Ismerkedjünk meg most a kuncscsővel. Ő lenne az, ez egy mindkét végén nyitott üvegcső, aminek a belsejébe parafapor szóltam. A parafaporról azt kell tudni, hogy rendkívül finom, könnyű, kis, pici szentségből áll, amelyet a levegő, a légmozgás könnyen fel tud kapni. Egy klasszikus kísérletet fogok elvégezni, amely személy szerint nekem még soha nem sikerült, de hát majd most menni fog. A hozzávalót. Tehát ugye a kuncső, benne parafaporral, állván, kettő darab pálca, az egyik egy fából készült, a végén egy záró gumszival, egy üvegpálca, szintén egy záró lemezzel, egy ruha és egy pici gyanta. Mit is fogok csinálni? Ezt a pálcát berakom a kulcsőbe, így. Berakom a másik pálcát is. Közben arról gondoskodok, hogy ne legyen zárva. Hát, hogy ez az üvegpálca nagyon tudjon mozogni. Egy mindkét végén zárt levegőoszlopot hoztam létre a kuncső belsejére. Ezután fogom a gyantát, és begyantázom az üvegurat, mert azért van szükség, hogy ezt el fogom kezdeni dörzsölgetni, és ne csúszson, hanem súrlogjon, és közben meg csúszson. És ennek következtében egy nyikorgó hangot fog hallani, és ez a nyikorgó hang természetesen át fog terjedni erre a levegő oszlopra is. A levegő oszlopban pedig álló hullámok fognak létrejönni, mindkét végén zárt sínnak megfelelően. A létrejövő álló hullámok mozgásra bírják a parafeszültséget, és kirajzolódnak a duzzadó, illetve csomópont érték. Ezt fogjuk most megcsinálni, illetve megpróbáljuk, aztán meglátjuk, hogy sikerül-e. Na nézzük, tehát begyantáztam ide az üvegcsövet, és akkor elkezdtem dörzsölni. Egy picit szorítok rajta. De nem esünk kétségbe, mert egy elrontott kísérlet is kísérlet. Gondolkozunk, és megpróbáljuk megcsinálni másképpen. No, hát alaposan átalakítottam a kísérlet összeállítást. Most már nem én fogom rezgésbe hozni az üvegrőlöt, hogy aztán majd az a levegőoszlopot megvezetesse, hanem üzembe állítok egy függvénygenerátort, egy jelgenerátort, ami meghajt egy hangszórót. Ennek a hangszórónak a közepére egy ilyen tüske van illesztve, ami megvezetett itt egy rugalmas gumikártyát. És ez hozza rezgésbe az itt lévő zárt levegőoszlopot. Be is kapcsolom a jelgenerátort. Ugye lehet hallani a hangszórónak a hangját, ha ide teszem a kezemet, akkor még nyilván. És ráfordítva ez rezgésbe hozza ezt a levegőoszlopot. De ha lássunk is valamit, nézzünk a közeli felvételeket. A közeli felvételen jól látszik a nyugalomban lévő parafor szemcsék sokasága. Most bekapcsolom a jelgenerátort. És elkezdem változtatni a frekvenciát.
és figyeljük a parafeszültséget. Most már látható, hogy egy-két helyen megmozdultak, de még tovább változtatom, és egyre inkább táncba kezdenek, és lassan kialakulnak az erősítési és gyengítési helyek, tehát a csomópontok, illetve a duzzadó helyek. Most már szépen látszik, hogy ahogyan a levegőosztó lezgésbe jön, magával ragadja a parafeszültséget, és tartós erősítési és gyengítési helyek figyelhetők meg, azaz duzzadó helyek és csomópontok. Köszönöm szépen, viszontlátásra!